Az aláírás gyűjtés során nagyon sok szabálytalanságot tapasztaltunk, amik miatt feljelentést teszünk. Teljesen szürreálisan alakult az elmúlt két hetünk, ugyanis rengeteg jelöltünket megkeresték mindenféle, hát legalábbis gyanúsnak nevezhető alakok, hogy ők majd segítenek neki aláírás gyűjteni. Volt, ahol annyira gyanús volt az illető, hogy elhajtottuk, volt, ahol viszont adtunk nekik íveket, és hát ilyen teljesen szürreális, akár 700 aláírás hoztak ezek az emberek, akikről sokszor kiderült később, hogy a Fideszhez köthetőek, volt, hogy egy roma telepről hozták el összes aláírást, és hát sajnos olyan is előfordult, ahol éppen halott neve szerepelt az íven. Ugyanígy Gattyár Györgyéktől is jött rengeteg megkeresés azzal kapcsolatban, hogy szeretnének aláírásokat cserélgetni velünk. Az, hogy ezek az aláírások hamisak voltak, amiket kaptunk, egyértelműen látszott. Sokszor az volt, hogy ugyanaz a ember írta alá az összeset, illetve hát látszott, hogy átmásolták, tudjuk, hogy néz ki egy ív, amire valóban gyűjtenek, és tudjuk, hogy néz ki az, amire nem. Utóbbi nincs egy gyűrődése, és valószínűleg a Kubatov listáról van minden átmásolva. Szerencsére a jelölteink mindig szóltak, amikor valaki sok ívet akart elvinni, úgy tudtuk kezelni ezt a problémát. Az összes bejövő ilyen gyanús aláírást érvénytelenítettük, ez nagyjából 5000 darab, és egy helyen pedig, ahol nem tudtuk meg mai napig, hogy honnan jöttek valójában az aláírások, ott sajnos pedig visszaléptetjük a jelöltünket, ez a Gyöngyösi körzet.